Mindenki Akadémiája színpadán Simonyi Balázs, hosszú távfutó. Üdvözlöm Önöket, vagy azt is mondhatnám, hogy sziasztok, sportolók egymás közt tegeződnek. Hivatásom a filmkészítés, a történetek mesélése, de a hobbim a futás, a sport, és vallom, hogy mindkettőt szenvedéllyel lehet csak űzni. Simonyi Balázs szerint lelki oka van annak, hogy futni kezdett. Az elmúlt 10 évben több tucat maratoni és ultramaratoni, azaz 42 kilométer feletti távot is teljesített. Köztük számos 100-200 kilométeres versenyt. Nálam egy depressziós időszak megoldását hozta el a futás. Azt hiszem, nagyon sok embernél van az, hogy valamit szeretnének változtatni. Ugye változtasd meg életed, mondja még a klasszikus költő is, hogy nem jó, amiben benne vagyunk, vagy valami más kell, vagy valami új kell. Dolgozott fotósként és színészként is. Az ELTÉ-n filmszakon, valamint magyar nyelv és irodalomból szerzett diplomát. Jelenleg esztétika doktori dolgozatán dolgozik. Ez az egófal, vagy akkor mindenütt egófal van. Érmek a versenyekről, rajtszámok a versenyekről, rengeteg filmes dosszié, rengeteg könyv különböző témában. Balázsnak két fia van. Számukra természetes, hogy édesapjuk rendszeresen mozog. Ebben nőttek bele. Sose biztatom a gyerekeimet arra, hogy kövessék az apjuk példáját, de azért óhatatlanul nyilván látják. Tehát a kisebbik fiamat nagyon gyakran futóbabakocsival viszem bölcsödébe, van 6 biciklin, gyakran járunk tandemmal el, úgy, hogy limuzin ilyen hosszú. 6 éves korában kezdett szinkronizálni, több ezer filmhez, reklámhoz, műsorhoz adta a hangját. Színész legendák között nőtt fel, akkoriban mit sem tudva erről. A gyerek egy csomó mindent megengedett magának, tehát simán beszóltam a Tolnai Klárinak, vagy nem tudom én, szivattam a Gál Völgyit például, tehát ezek egy marha jó élmények így visszatekintve. Már csak a Simpson család szinkronizálására van ideje. Közel 20 éve ő Bart magyar hangja. Sosem volt torzítás a hangomon, tehát most már azért egyre nehezebb, mert akkor, amikor mutáltam, még könnyebb volt ilyen nyágon beszélni, de most már azért kihívásokkal küzdök. Hát ilyen kicsit így ilyen hangon kell beszélni. Simonyi Balázs nagy filmrajongó, de úgy van a filmmel is, mint a futással. Csinálni jobban szereti, mint nézni. Otthonában kedvenc filmjének motivumai, idézetei láthatóak a falon. Nagyon szeretem a Megáll az időt. Az egyik is ezért van a falra fölfestve. Még annak ellenére is szeretem a Megáll az időt, hogy a Gotthár Péter nem vett föl a Filmművészeti Egyetemen induló osztályába 10 sok évvel ezelőtt. Több tucat rövid filmet, tévéfilmet készített. Az Athén és Spárta között megrendezett 246 kilométer hosszú futóversenyről szóló Ultra című alkotása a kontinens Oscar-díjára, az Európai Filmdíjra is esélyes, hiszen a legjobb 15 dokumentumfilm közé választották. Belső mozgatórugókról, megküzdési kísérletekről lesz szó, amelyek segíthetnek a futásban elérni a kitűzött céljainkat, és amelyek akár receptként is szolgálhatnak az élet nagyobb céljaiban. Arról, hogy mit tesz veled a sport, és hogy te mit teszel a sportért. Simonyi Balázs szerint egy futóverseny több, mint egy sportrendezvény. Egészen különböző okokból futnak emberek, a mozgás pedig egyeseknél cél, másoknál eszköz a problémáik feldolgozására. Megnéz egy futóversenyt, történeteket mond el. A futóstílus, az, hogy ki milyen tempóba fut, az, hogy ki milyen versenyeket választ, ezek mind az embernek az egyéniségét domborítják ki. És a futás nagyon sok dolgot a felszínre is tud hozni, kicsit olyan, mint egy pszichológus, tehát olcsóbb, mint mondjuk olcsóbb, mint egy pszichológus, a Xanaxnál nem olcsóbb, de az nem is vezet sehova. Sosem adott fel versenyt. Az Athén-Spárta 246 kilométeres távot, a Spártatlont már zsinórban 4-szer teljesítette. Az első után tudta, hogy a versenyzőkről, küzdelmükről filmet szeretne forgatni. You want water? On your head? No? Számomra elsősorban a futás egy önkifejezési eszköz. Pontosan olyan, mint a filmezés vagy fényképezés. Én annak csak örülni tudok, hogy ennyien elkezdtek futni. Ez nyilván egyfajta lelki hiánygazdálkodáshoz is vezet, hogy az ember együtt eljut oda, hogy gyakorlatilag a mozgáson, a sporton keresztül próbál megoldásokat találni a problémáira. Nagyon kevesen futnak, még hogyha a látszat ezt mutatja kikapcsolódásképpen. Filmes munkái mellett triatlon edzői diplomát is szerzett.
Bár igazolt hosszú távfutó, nem tartja magát profi sportolónak, csupán egy ambiciózus amatőrnek. Engem például az vitt el egy triatlon edzőképzésre, hogy nagyon érdekelt a sportnak az edzés elméleti része, nagyon érdekelt a fiziológiai része, érdekelt a mentális rész is, és egy ilyen edzőképzésen ezt megtanítja neked. Nem voltak edzői ambícióm, nincsenek is, magam edzője vagyok. Ultra című filmjében főleg a versenyzők drámai történeteit, lelki vívódásukat mutatja be. Azokat a mozgatórugókat, amik emberfeletti távok lefutására késztetnek. Sokan kérdezik, meddig jutottál a legtovább a Spartatlonon? Hát a büdös életben nem jutottam 100 fölé, mert mindig volt egy küszöb. És az a küszöb az nem ott volt Korinthosznál, a küszöb az itt volt. A hosszú távfutásnak a mentális része az egy nagyon összetett dolog. Leginkább önismeretet igényel, vagy feltételez az emberről, hogy tudja a korlátait, hogy tudja, hogy meg tudja győzni magát, hogy tudja, hogy mit keres ott, hogy tudja, hogy mi a célja, és azt, hogy az egészet tekintve ez egy viszonylag értelmetlen dolog, és ezt is elfogadja. A Mindenki Akadémiája színpadán Simonyi Balázs hosszú távfutó filmrendező, és témája a futás mint tevékenység, filozófia és motiváló erő a mindennapokban. A világ legegyszerűbb, talán az egyik legegyszerűbb dolgáról szeretnék beszélni, és általában ezekről lehet a legbonyolultabban beszélni. Hallhatták, hogy a műsor narrátorának a hangja Csőre Gábor volt, aki pár éve kitalálta, valamit szeretett volna változtatni az életén, és elkezdett futni. Kitalálta, hogy 42 évesen lefut 42 kilométert, lefut egy maratont. Szóval valahogy mindenki elkezdi a futást, vagy valahogy mindenki visszatér a futáshoz, a sporthoz. Én is így kezdtem, nekem is megvan a saját történetem. Kicsit olyanok a futók, remélem nem bántok meg vele senkit, mint az anonim alkoholisták, hogy rejtőzködő életet folytatunk, és csak versenyeken derül ki, vagy parkokban összefutva, hogy te is futsz, te is ezt űzöd. Az én történetem 2007-re nyúlik vissza. 2007 karácsonyán egy depressziós időszakba csöppentem bele. Sikeres, kreatív ember voltam, de túl sok volt valahogy az élet. Kiégtem a sok munkában, és éreztem, hogy valami új dolog kell, valamit változtatnom kell az életemen. És sokan duruzsolták már akkor a fülembe, hogy talán próbálj meg futni. Akkor még nem volt ekkora nagy fölfutása szó szerint a futásnak, mint manapság, de már sokan futottak a környezetemben, és oké, próbáljuk ki. Kimentem egy tréningben, karácsony este, és egy felemelő élmény volt. Szinte sírtam az örömtől. Nem is csak szinte, hanem többször előfordult, hogy felszabadult, katartikus állapotba tértem haza. És aztán ez a legfontosabb, hogy nem hagytam abba. A futás beépült az életembe. Szinte már azt mondom, hogy családtaggá vált így 10 év után. Egy alapszükséglet, olyan, mint az evés, az ivás vagy az alvás. Mindenki kicsivel kezdi. Vannak a futásnak is inas évei, amikor tanulja az ember a dolgokat. Látja, hogy változik a teste. Látja, hogy hat a tudatára, hat az elmére, a lelkére. Először 5 kilométer, aztán sorba jön a futóevolúció. Kinek mi, hogy jön ki a lépés, pakolja egymásra a távokat, pakolja egymásra a futással eltöltött időket. Én is így jutottam el a félmaratonig, aztán kíváncsi voltam, hogy mi van. Utána elmentem maratonokat futni, futottam már rengeteg, több tucat maratont, amit egyébként kineveztek az emberi teljesítőképesség határának, amit ha valaki megcsinál, az egy hatalmas dolog. Egyébként tényleg az, de történetesen, ha mondjuk Atén és Maraton városának a távolsága nem 40-valahány kilométerre van egymástól, hanem csak 25 vagy 59, akkor mondjuk az lenne az emberi teljesítőképesség határa. Ez mind csak agymunka, hogy hova állítjuk az agyunkat, hogy mekkora távolságokat szeretnénk megtenni, mekkora dolgokat szeretnénk az életben legyűrni. És aztán én kíváncsi voltam, mi van ezután. Futottam sokkal hosszabb távokat, 100 kilométereket, 200-250 kilométereket, csináltam Ironman versenyeket, és mindegyik arra tanított meg, hogy nem tudok eleget magamról, hogy érdekelt önmagam, el tudtam merülni, megismertem magamat, megismertem a világot, és még fontosan is ezen a tanuló úton vagyok. Itt van ez a két kép, az egyik 2008-ban az első maratonomon előtt készült, a másik, már fontosan már után, hiszen az érem a nyakamban van, a másik pedig egy éve egy 246 kilométeres versenyen, ami Atén és Spárta között zajlik, az a neve Spartatlon.
nagyon nagy szinteket kell leküzdeni, éjjel-nappal futunk, 36 óra a szintidő, hogy megtegyük ezt a 246 kilométert. Igazából nem is nagyon alszunk, hanem csak futunk, néha gyaloglunk. Szélsőséges az időjárás, és igazából semmi nincs a végén. Nem kapunk érte semmit, csak egy olaják koszorút. Ez az érdeknélküliség, ez a tisztaság a futásnak mindig is lenyűgözött, és mint említettem, filmkészítő vagyok, 15 éve készítek filmeket, 10 éve futok, és egy szerencsés időpillanatban sikerült elkészítenem egy filmet, egy vallomást a futásról, hiszen nekem annyit adott, ez a film az Ultra, ebből mutatok pár részletet önöknek. Nyilván ezeket a képsorokat látva, meg amit eddig elmondtam, rengeteg kérdés fogalmazódik meg az emberekben, hogy hát ezeknek nincs jobb dolguk, hát mit futnak ennyit, miért nem maradnak otthon. És bizony vannak olyan pillanatok, amikor igen, nincs jobb dolgunk, mert akkor a nyereséget szerzünk ezekkel a hosszú távfutásokkal, hogy ezért megéri csinálni. Nyilvánvalóan azért nem hagyják abba az emberek a futást, azért tartanak ki mellette, mert egy olyan belső indítatásuk van csinálni, olyan motivációik vannak csinálni, ami a mérleg serpenyőjét a pozitív irányba billenti. Nem bakancslistázás miatt futunk. Nem azért futunk, mert mondjuk csoportnyomás rákényszerít minket, hogy ő is csinál, és akkor nekem is kell csinálnom. Nem divatból futunk, hanem egyszerűen, mert többet szeretnénk megtudni egy csomó dologról, és különböző motivációk visznek el oda, hogy akár éjszaka, akár esőben, akár mindenféle szélsőséges körülmények között fussunk. A futás ilyen. Tényszerű. Egyszerű. És elvezet önmagadhoz. De még ne beszéljünk nagyon a hosszú távfutásról. Csak menjünk ki egy 5 kilométert kocogni. Mit nyerünk rövid távon általa? Van egy biológiai, sőt több biológiai hozadéka is a dolognak. Rögtön serkenti a két agyféltekek közti működést, javul a két agyféltekek közti kapcsolat, serkenti a gondolkodást. Nem véletlenül voltak a peripatetikusok, a sétáló görög filozófusok, akik sétálás közben talán sokkal jobb gondolatokat tudtak megszülni. Egy instant kielégülés érzetet, egy instant sikerélmény érzetet ad az embernek. És hát természetesen emlékeztet a biológiai létezésünkre, amiről hajlamosak vagyunk elfedkezni, és csak a kórházban döbbenünk rá, hogy nekünk van testünk, amivel lehet, hogy komoly baj van ebben az elgépiesedett világban. De az egész dolog talán az ősemberig vezethető vissza. Ugye minden sportot a kor és a társadalom függvényében érdemes elemezni. A modern ember ugye keresi a kihívásokat, szeret versengeni. Nálunk az edzésnek a beteljesülése, a verseny, a puding próbája az evés, ott van a kamatbetakarítás, ott tudjuk magunkat megmérni másokhoz képest, viszonyítani magunkat magunkhoz képest, a régi teljesítményünkhöz, régi elért időeredményünkhöz. Ez régen is megvolt, csak egy kicsit máshogy. Az ősember is kompetitív volt, hiszen különben nem tudott volna túlélni. Egy bizonyos versenyszellem benne is működött. Nyilván kereste a kihívásokat, hiszen meg kellett küzdenie más törzsekkel, meg kellett küzdenie az időjárás kihívásaival. Mi is keressük. Az emberben kódolva van az, hogy keressük a feladatot, és szeretnénk azokat teljesíteni. A szabadságérzet. Ez hatalmas szabadságérzetet ad a futás, amiről hajlamosak vagyunk elfeledkezni. A legalapvetőbb szabadságélményt adja meg, a legalapvetőbb testtudatod, hogy mi kontrolláljuk magunkat, és hogy mi visszük előre A-ból B-be magunkat. És ott van persze a mobilitás, a helyváltoztatás iránti vágy, az, hogy képesek legyünk elmenni innen-oda, képesek legyünk legyűrni távolságokat. Ezek mind ősi időkből fakadnak, de mindennek a realizálása a modern időkben ugye az edzés, de leginkább a verseny. Érdemes elmenni egy futóversenyre és körbenézni ott. Több tízezrek vannak már. Mi vonz ezeket az embereket oda, ha ők fizetnek ért, hogy ott legyenek? Egy hobbi, egy szenvedély, vagy valami több azon túl? Valószínűleg az, hogy megtapasztalhatnak olyan dolgokat, ami mondjuk a való világban nem tapasztalható meg. A futók világa tökéletes ellentéte egy közép-kelet-európai országnak. A futás objektív, tükröt tart eléd, teljesen demokratikus és fair, amennyit beleteszel, annyit ki is veszel belőle, teljesen tényszerű és egyszerű dolog.
teljesítmény alapú? Hányan találkoztak az életükben olyan problémával, hogy letették a teljesítményt az asztalra, és nem becsülték meg? Itt ilyen nincsen. Egy gyermeki örömet nyújt a felnőtteknek is, a mozgás gyermeki örömét. Nincsenek előjogok, nincsenek trükközések benne, nem könyöklünk ebbe a sportba, nem a másik kárára dolgozunk, nem a másik kárára sportolunk, nincs ellenfélképzés, hanem magunkkal versenyzünk. Együtt vagyunk, ez egy közösségépítő élmény is, de nyilván egyedül tesszük meg az utat, tehát egy individuumépítő tevékenység is a futás. Nem veszélyes, hogyha ésszel van fokozatosan, tudatosan fölépítve az edzések mögötte, illetve az egész futás mögötti rész, akkor ez egy egyáltalán nem veszélyes sport. Nem is drága, és hát nem utolsó sorban pszichológusnak is tökéletes, hiszen kérdéseket vett föl, kérdéseket teszünk föl általa magunknak, segít döntéseket hozni, és segít priorizálni a dolgokat, mi a fontos, mi a nem fontos. Például egy hosszú távfutáson rengeteg időnk van gondolkozni. Nagyon sokszor kerülnek elő tudattalatról problémák, amiket egy ilyen hosszú távfutás alatt végig tudunk gondolni, és akár meg is tudjuk oldani őket, vagy legalábbis lehetőségeket vett föl az agyunk, hogy mit cselekedjünk. De hogy mik azok a mozgatórugók, amikről az elején beszéltem? Mi viszi az embereket arra, hogy fussanak? Nem beszélek az elitfutókról, a profikról, akiket nyilván a megélhetés és a pénz vonz oda. Kiveszem a körbe most azokat, akik mondjuk fogyni akarnak, tehát egy fizikális motivációjuk van arra, hogy elkezdjenek futni. Beszéljünk azokról, akiknek valami lelki okuk van. Nagyon kevés olyan ember van, ennek meg fognak lepődni, akik mondjuk kikapcsolódásképpen futnak. Nem vagyok statisztikus, de nagyon sok emberrel találkoztam már a futóélet során, és a legtöbb ember problémát szeretne megoldani. Valami hiányt próbál orvosolni, valami lelki hiánygazdálkodást próbál orvosolni. Ha önök visszagondolnak a gyermeki éveikre, önfeledten mozogtak, aztán ugye jött az iskola, tanulni kellett, jött párkapcsolat, bulizás, tanulás, fészekrakás, elhelyezkedés, stb. Stb. Egy csomó év kimarad, elfedkezünk arról, rossz esetben, és sajnos sokszor van rossz eset, hogy mozognunk kellene. És valakiben korai felnőttkorban, valakiben késői felnőttkorban támad fel az igény arra, hogy valamit megoldjon az életében, és ehhez nagyon kézenfekvő eszköz, egyszerre eszköz és cél is lehet a sport, vagy nevezetesen a futás. Én is emlékszem, gyerekkoromban a tornatanárok mindent megtettek arra, hogy lebeszéljenek. Azt mondták, visszabeszéltél? Oké, büntetőkör. Hát így nem lehet megszerettetni a futást, ha büntetőkört futtatnak az emberrel. Egyébként az is egy szép jelenség, ha ki kell menni január 1-én a parkokba, utcára, és tele van a város futóval. Ők a fogadalmi futók, akik megfogadták, hogy valamit változtatnak az életükön, és én mindig nagyon drukkolok nekik, hogy ezt meg is tartsák, ezt a jó szokásukat, és tényleg sikerüljön. Sajnos január 4-én, 10-én már eltünedeznek az utcáról. De nézzük meg, hogy milyen okok vezethetnek arra, hogy az ember problémát megoldjon a futással. Valaki terápiás céllal fut, valamit szeretne gyógyítani, lelkét regenerálni. Van, aki egy önkifejezést, egy önazonosságot keres a futásban. Most már én is ott tartok. Belőlem a futás annak idején nagy becsvágyat hozott elő. Ambícióból kezdtem futni. Nyilván a depresszió elől is menekültem, aztán ez egy ambícióval vált, de most már 10 év alatt eléggé megértem ebbe a futásban. Mondhatni bölcsebb is lettem, türelmesebb is lettem, és most már sokkal inkább a kalandot keresem benne, sokkal inkább az önkifejezést. Egy 30 órás futás során 200 kilométer felett egy olyan külső utat is, A-ból B-be is bejárunk, és egy olyan belső utat is, ami mind arra sarkal minket, hogy messzebbre jussunk önmagunkban és a valószerű távon, és mélyebbre is jussunk. Ez egy nagyon intenzív önmagunkkal való foglalkozás egy lassú, hosszú monoton tevékenység során. Nézzük meg egy részletet az Ultra című filmemből, hogy ezt az embert mi mozgatja a futása során. Ő Gilles Franciaországból, és ő már nem beszél a futásról senkinek, mert azt mondták rá az emberek, hogy hazudik. Azt mondja, hogy minél többet futok, annál jobban szeretném tudni, hogy miért. Igen, meg szeretném magunkat ismerni a futás által, szeretnénk fölfedezni magunkat. Annak idén az ógörög nyelvben az atletos szó, az a nehéz munkát végző ember jelentette. Ebből jön az atléta szavunk. Egy ilyen nehéz munkát végző ember, aki mondjuk a modern hosszú táv futó,
Az egy új univerzumba kerül a hosszú táv futás által. Segít újra definiálni a határait, a futás feltárul benne peremhelyzetek, éles szituációk során a valódi karakter az embernek. Nagyon közel kerülhet egy ilyen lemeztelenített pőre állapotban magához az ember, amikor nagyon törődötten, párjaként fut már hosszú-hosszú ideje. Megtapasztalhatjuk, hogy a szenvedésben is van érték, egy futás az értékképző is lehet, és nem a nyerésről szól, hanem arról, hogy folytonosan megújuljunk, hogy új célokat találjunk. És azt is megismerjük a futásunk során, hogy nem jár semmi. Nem kell a felekünk alá rakni semmit, mert mi küzdünk meg a saját céljainkért. Egyszerre résztvevő az ember, irányító és megfigyelő egy ilyen futás során. Gondolják az önök életére. Hányszor érezhették ezt, hogy ezt a hármas szerepet, hogy résztvevők, irányítók és megfigyelők egy tevékenységben. Nyilván ez a tevékenység előhoz különböző zónákat is. A kényelem zónából megyünk a fájdalom zónába, hosszú ideje futunk, egyre jobban szenvedünk, megyünk bele a szenvedélyzónába, megyünk bele az agóniába, ami egy cseppet sem emberfeletti dolog. Aki a hosszú táv futást emberfelettinek és hősies dolognak tartja, az aránytévesztésben van. Ez egy ember alatti dolog, mert tényleg büdösek, izzadtak, fáradtak, törődöttek, csúnyák vagyunk ilyenkor. De mindig az motivál, hogy ott a cél, és szeretnénk azt elérni. Menedzseljük a kríziseinket, a holdpontjainkat, az anyagcserénket, próbáljuk a problémánkat intuícióval megoldani, és nagyon sokat beszélünk magunkhoz. A célban katarzist élünk át, nyilván, de egyben egy depresszív érzet is, hiszen véget ért, amiért mi ennyit küzdöttünk. Elvesszük a saját álmunkat, hiszen beteljesítettük. De ez pár nap alatt átformálódik, és mindig találunk új célokat. Azt hiszem, már kiderült, hogy metaforákban beszélek, tehát mindent rá lehet húzni az életünkre. Hogyan lehet készülni egy ilyen kihívásra? Hogyan lehet készülni bármilyen nagy célnak a eléréséhez az életben? Hát nyilván egy figyelemfókuszú stratégia az kell hozzá, hogy arra fókuszálunk, arra figyelünk, amit szeretnénk, egy koncentrált, odafigyelős állapotot próbálunk teremteni. Segíthet az imagináció, az imaginárius technika, amikor elképzeljük magunkat az úton, elképzeljük magunkat a tevékenység közben, elképzeljük magunkat a célba, hogy mi lesz ott, mit élünk át. És amikor ezt elképzeltük, akkor már gyakorlatilag szinte rutinból tudjuk produkálni ezt a versenyen, vagy a hosszú menetelésen, ami legyen bármilyen cél felé. És mit nyerünk a futás által, sport által hosszú távon? Önismeretet, önbizalmat, a saját helyünket pontosan lokalizálhatjuk a világban, megismerhetjük a saját pontszerűségünket a világban, megtanít alázatra, és egyben ez egy veszélyes dolog, megtanít arroganciára is, hiszen mi teljesítettünk már egy csomó olyan dolgot, amit nagyon sok ember nem csinált meg. Ez nyilván egy gőgöt is eredményez az emberben. Ezt kordában kell tudni tartani. Nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, amikor egyszerűen nem teszünk semmit magunkért, de mindig elvárunk valamit. És kifogásokkal élünk. Én oda fölírtam pár dolgot kétkedőknek, amit meg szoktam kapni, hogy miért futsz, menj az erdőbe, hát az én térdem nem bírná, öreg vagyok én már ehhez, fusson, akit kergetnek, ugye ilyeneket szoktak mondani, meg meló mellett nem lehet futni, meg majd, ha lesz rá időm, majd, hogyha, nem tudom, nincsen két gyerekem, stb. Szóval nagyon sok kifogás van arra, hogy miért ne csináljunk valamit. Pedig azt gondolom, ami nem csak, hogy instant sikert ad, de hosszú távon is sikert, egészséget, jó közérzetet eredményez, célokat ad nekünk, azért igenis érdemes lépéseket tenni, és nem kifogásokkal élni. Végezetül, hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy miért nem fektetünk be jobban a jövőnkbe? Önök most meghallgatták ezt a rövid előadást a futástól, itt áll önök előtt valaki, aki lehet, hogy önöknek extrém vagy különleges, de én teljesen átlagos ember vagyok. Én is ugyanúgy elkezdtem valahogy futni, volt egy hajtóerőm, volt egy elszántságom. Találtam egy hobbit, találtam egy motivációt, komolyan vettem, egyáltalán nem akartam profi lenni, ambíciós amatőr vagyok ma is, van egy hobbim, amit szenvedéllyel űzök, és azt gondolom, hogy ha ezt nem űzném, akkor elveszítenék egy értékes dolgot az életemből, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Én 12 évvel ezelőtt mondjuk el sem tudtam volna képzelni magamat. Nem is gondoltam arra, hogy én futni fogok. De olyan sok pozitívumot adott, hogy erről már nem is szeretnék lemondani. Úgyhogy
Én sajnálom ezt az időt, amit itt beszéddel töltöttem, mert tölthettük volna mozgással is, de talán átment az üzenet, hogy tegyük próbára magunkat, és próbáljunk meg, ha csak apró lépésekkel is, akár egy Nordic Walking bottal változtatni magunkon. És próbáljunk meg megélni azt a szabadságérményt, amit a futás adhat. Például olyat, mint azon a bábon van, egy ilyen kis telefontartó dolog, ezt ne vigyük magunkkal. Az ember azért próbál kimenni végre a szabadba, hogy elvágja a köldökzsinort, ami a valósághoz köti. Próbáljunk meg ezektől megszabadulni, és végre megélni azt a gyermek örömet, amit talán már el is felejtettünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Legközelebb Lengyel Balázs közgazdász a 2000-es évek egyik magyar online újításáról, az IVIV robbanásszerű terjedéséről és elhalásáról mesél. Mi köze az innováció térbeli terjedésének a vírusokhoz? A többi között erről is szó lesz.